Kedves nézők, itt vagyunk, tehát most már teljes egészében következik egy mérkőzés a harmadik focigáláról. Találkozó nem más, mint az U19-es karcagi labdarúgó csapat, valamint az edzők, vezetőedzők, testnevelők csapatának megmérkőzése csak a rendkedvéért. Az edzők narancsárga szerelésben, még az U19-es játékosok ebben a zöldesnek tűnő, megkülönböztető mezben játszanak majd a következő. Hát ki tudja, mennyiben előzetesen úgy néz ki, hogy fél órás mérkőzésen. Szőke Robi próbálkozott meg rögtön egy lapos indítással a védők között. Ezzel akarta a helyzetbe hozni csapattársát, Labonc Jánost, aztán pedig már lelesne egy átadást hátul a hatosan belül az ellenfél térfelén. Nem jár azonban sikerrel, Kemecsi László pedig a túloldalon bemutatja az edzők első védését, hiszen az U15-ösök trénere véd, és aztán egy dupla bravúr Kemecsitől jár is a taps érte. Nagy vetődéssel állított a portás. Éppen Móga Lóránnál a labda, aki ezúttal a ketrecből kimozdulva sokkal előrébb, egy már-már lövő pozícióban tartogatja a labdát. Jó passz, Szőke Róbert, egyel vissza a Labonc.
Szép játék az edzők csapatától. Sarokrugás. Remek hangulat van itt a Karszagi Városi Sportcsarnokban. A vége felé közeledik a gála. Ez az utolsó előtti mérkőzés egyébként. Folyamatos zeneszó vidítja föl a kilátogatókat. És hát azért jó meccseket is látunk. És minden célközönséget igyekszik megmozdítani ez a rendezvény. Szívós. Bóga. Nagy Roland. Elolvassák a paszt, aztán Nagy nem lő, inkább passzol. Labonc. Nem kellett volna levenni a szemüveget. Rossz volt a passz, olyannyira, hogy más színű játékost hozott játékba Labonc János. Szívós Gergő. Szőke Róbert. Nagy Roland. Jól megfigyelhető, hogy a legtöbb játékos, akik most az edző csapatában játszanak, ott vannak a felnőtt csapat keretében is, és ők is még nagyon fiatal játékosok a maga nemükben. Gondoljunk csak például Szívós Gergőre. Ennek ellenére már dirigál egy csapatot. Nagy Roland, jó meglátás, Orosz Kálmán szép védéssel szögletre tisztáz. Nem sikerül elcsípni ezt a kisé furcsa szögletet. Valakinek hosszú, valakinek pedig éppen rövid lett Nagy Roland legurítása. Bóga. Szívós Gergő. Nagy Roland. Hát úgy látszik, hősies védekezésre rendezkedik be. Az U19-es csapatna meg majd megpróbálják kihasználni ezeket a kisebb, nagyobbakikat az edzők részéről. Kemecsi. Szép a labda kihozatal. Móga. Nagy. Szőke. Vissza Mógának. Szőke Róbert. Megpróbálkozott egy lövéssel. Nem lett jó. Móga is megerezte egy balos torosvéd, és aztán a védőjéről visszapatta hozzá. Szabó Gergely. Jó lövés. Nem volt rossz kísérlet, levágódik az egyik védőről. Ha jól láttam, Móga Lóri volt az, aki hátul biztosított ott a kapufa tövében. Kisegítve ezzel Kemecsi László kapust. Lehet ismételni. Berci Gergő, még mielőtt beívelné, megköti a cipellőjét, vagyis hát azon a fűzőt. Majd aztán laposan gurít Darócinak, betör a két védő között. Most egy lövési kísérlet, mert hát lövésnek nem nagyon lehetne nevezni. Figurult alapvonalon túlra a labda. Móga. Remek meglátás, Nagy Roland kérte volna az indítást. Nem kapta meg, hiszen előle szögletre tisztáztak fejjel. Szívós Gergő kéri el kicsiben. Szőke. Nagy Roland. Vissza, megjáratják most is az edzők. Szőke, közben pályára lépett Varga László. Ő kapta meg a labdát, de már azóta kettővel tovább jár. Móga, megpattan, szögletez is. Sorcsere időközben a 19-eseknél. Szívós Gergő, Móga megint lő. Egyre közelebb a kapuhoz, most már a hálótartó vasat telibe találta Lóri. Egyébként jó lövő technikával rendelkezik nagypályás sportásunk. A büntetőket is magabiztosan tudja értékesíteni, volt már rá precedens. Nem is egyszer pályafutása során. Móga most. Elcsúszik a talpak alatt. Nagy Roland kapu mellé emel. Nem volt rossz elképzelés. Sőt, az ötletet mindenképp díjaznánk.
a kivitelezés napba egy pici hiba csúszott most. Varga! Most egyet tovább kell visszazárni bizony. Jött volna Szőke Róbert. Tehát ha ő lemarad, akkor ott van Kemecsi a kapuban. Szépen tornázta ki a jobb felsőből. Na akkor orosz mester is ott van a parketten. Egyelőre gól nélküli döntetlen az állás. Szívós Gergő. Óga. Orosz, kicsit csúszkál a labda. Lassan lövőhelyzet, ott a kísérlet. És egy szép védés. Ezúttal bal kézzel Kemecsi Lászlótól. Móga. Orosz. Hajszál, pontos passz. Nagy Roland jól fezeti a labdát. De jól zárja nagyon a szöget Orosz Kálmán. Móga. Ismét a kapus. Próbálkozik Móga becsülettel. Nem tud túljárni egykori cserekapusa eszén. Most a zöldmezesek jöhetnek sarokrugással. Gyorsan kicsi elvégzik, visszajön egészen az utolsó emberig a játékszer. Most a lövés és ismét Kemecsi. Kapusokat megkazuttoló módon egyelőre a kapuban az U15-ösök trénere. Nem érheti szó a ház elejét. Szívós Gergő. Nagy harc a labdáért, begyűjtötte, megtartotta, jutalma egy szöglet. Megint Mógának lövésre, ezúttal ide, hozzánk, a kamera állvány fogja meg a lövést. Közben folyamatosak a váltások az U19-es csapatnál is. Néhol pedig megfigyelhető még a bizonytalanság a frissen beálló játékosoktól. De Orosz elég maga biztosan kisegíti őket. Szívós Gergő szépen szedi le az átadást, és jól játszik össze Kemecsivel. Móga! Már jött a lyukrafutás Nagy Rolandtól. Pengés megoldás lett volna. Nem jött össze, Nagy. Elfekteti a kapu, Szívós Gergő lő. És a védő kezéről pattan mellé a labda. De Bernát Sándor játékvezető nem ítél 7 méterest. Jó, a meccs szép focit játszanak a csapatok. Igyekeznek kiszolgálni a publikumot. Főleg az edzők, testnevelők csapata. Nagy Roland bevonja a kapust is a játékba. Varga László. Rövid a labdája. És aztán szépek a cselek. Az U19-es csapat egyik játékosától, hát elviszi gólhelyzetig, és aztán fölé durrant. Ez most nagy lehetőség volt, és előtte a nehezét pedig szépen megcsinálta. Mindenféleképpen gólt érdemelt volna. Már csak azért is jó lenne látni egy találatot, mert nem volt még belőle a meccsen. Tehát reméljük, hogy ami késik, nem múlik. Kemecsi megvárja, hogy letámadjanak rá. Fábián Krisztián. Labonc János blokkol. Beragad a labda egy picit a bordás fal alá. Gyorsan folytatódik a játék.
Orosz. Faragó Krisztián is kérné, Varga László kapja a kapu fölé. Talán jobb lett volna a lendületből sokkal ütemesebben érkező Fábián Faragó Krisztián elé tálalni a orosz mesternek. Nem így történt, és oda lett a helyzet. Aztán orosz most már hátul szerel. Felnőttek bejátsszák a pálya egészét. Most a lövés, Kemecsi vetődve lábbal. Orosz a palánkról kapja vissza Szívós Gergő labdáját. Varga László pedig egy testcsel után megszelidíti a bőrgolyót. Szívós. Az nem jó. Orosz Kálmán jöhet. Perci. Berci Piri Gergő. Most a lövés és egy kegyetlen nagy gól. Beállt csereként 10 másodperc múlva meg rúg egy ilyet Berci Gergő. Szépségdíjas találat. 1-0-ra vezetnek az U19-esek, pedig kevésbé volt benne az ő játékukban a gól, mint az edzőkében, de hát egy váratlan lövés. És rögtön előnyhöz lehet jutni. Felazulnak most hátul a felnőttek. Csak át Szabó Gergőt leszereli a pálya vége. Túl hamar jött az az alapvonal. Faragó. Most a centerezés. Szerencsére nincs komolyabb baj. Mégis és Krisztián is egyben maradt. Szöglet. Varga tovább pörgeti, eljut egészen a túloldalig. Ott viszont Faragó Krisztián már talán nem számított rá, hogy ő lesz a negyedik ember, aki belerúghat a labdába. És hát abban reménykedett talán, hogy az előző háromból majd valaki majd behelyezi. Nem így történt. Forintos labda, orosz, sikerül visszapasszolni kézzel. Belepaskol Orosz Kálmán. Pedig nagyon nagy gól lett volna a meglátás. De érik az egyenlítő találat az edzők részéről mindenképpen. Orosz. Faragó. Lavonc János futja be a labdát. Szívós Gergő. Majdnem jó volt a háromszög, a kényszerítő. Oda lett azonban a helyzet, szépen leolvasták a gondolatot a fiatalok. Most a lövés. Kemecsi lábbal, az ismétlés már sokkal gyengébbre sikerül. Orosz. Nagy Roland. Szívós Gergő. Most a keresztlabda. Szőke Róbert adja ki az ütszert. Üres volt már pedig a kapu. Szőke Robi azonban elhibázza. Szívós Gergő. Labonc. Egy percig sincs megállás a pályán. Elég nagy az iram. Orosz. Nézegette magának, hogy lehet-e lőni, inkább tovább passzolt. Szívós Gergő szöglet. Magas labda, szőke! Óriási kapufa! Ez is egy erős lövés volt, de ez inkább csak az erejére és nem a minőségére vonatkozik.
Szőke Robi viszont parádés kapás lövés volt. Nagy kár, hogy nem akad be a léc alá. Nem sikerül betalálni az edzőknek, mintha egy picit ez egyre jobban frusztrálná a narancsmezes csapatot. Pedig valószínű 3-4-szer annyit próbálkoztak már, mint a ellenfelük. Szívós Gergő, de nagy játék, kicsit volt hosszú csak a labda Nagy Rolandnak, és aztán Szívós Gergő fölé bombáz 6 méterről. Egy remekül eltalált Berci lövéssel vezet az U19-es csapat 1-0-ra. Szinte a semmiből lőtték azt a gólt. Magasan az edzők irányítják a meccset. Fábián Krisztián megvárja Labonc János nagyon sportszerűen, amíg beköti a cipőjét. Oros Kálmán labdája pedig elérhetetlen. Hátul ott a szőnyegek, a végállomás. Fábián szögletet szeretett volna, nem kapja meg. Orosz kicsiben Nagy Rolanddal játszik össze. Most az oldalváltás. Szépen húzzák el egyébként az embereket ezekkel a rövid kicsi papír zsebkendőnyi területen lejátszott passzokkal Oroszék, és megnyílik egy-egy játékos előtt ezáltal a terület a túloldalon. Kemecsi a gólról nem tehetett, nagyon erős lövés volt, egyébként viszont jól állja a sarat. Most is nagyot védett az imént. Nagy! Kiváló játék, és ott az egyenlítés. Szívós Gergő Nagyroli összjáték végén utóbbi váltja gólra előbbi álompasszát. Remek kényszerítő volt. Kiváló gól, 1-1. Orosz tehetetlennek bizonyult. Orosz, pontatlan a kidobása. Így már Orosznál a túloldalon. Móga kapásból lő kapu mellé. Nagy. Móga veszi le egy nagyon elegánsan ballal. Hasonló minőségű az átadás is. Nagy Roland kihámozza magát onnan. Még egyet tovább. Orosz is a kapufát döngeti meg. Nem elég, hogy gólt, szép gólt akar szerezni. A felnőtt csapat, a vezetőedző gárdája nagyon jó úton járnak e felé. Ez most mondjuk hosszú indítás, nem érte el Nagy Roland. Őket egyébként láthatjuk majd a következő meccsen is, amely az U21-es, valamint a felnőtt csapat vív meg egymással. Fábián. Kemecsi állja útját a lövésnek. Szép labda kihozatal. Szőke Zitzer. Hát elfektetett pedig mindenkit Szőke Robi. Aztán nem sikerül a kapuba találni. Nagy Roland. Kicsit elpattan tőle a labda átvételekor a Laszti. Kemecsi.
Móga. Szőke kap kötényt saját csapattárstól. Begyűjti a labdát Orosz Kálmán. Ez pedig remek alkalom arra, hogy cseréljenek az U19-esek. Szabó. Még egyel visszább, Daróczi. Ismét Szabó, most a másik oldalon kapja meg. Nem jó a középre adása, és azért nem, mert valaki beleér, szöglet lesz. Szívós Gergő. Nagy Roland. Varga László egy lövőcsel. Szőke. Móga. Ő meglövi, kapufa. A harmadik a vezetőedzők részéről. Szőke Robi, valamint Orosz István után. Móga is ezt találja el. Szőke, nem jó az indítás. Aztán a pass sem. De megtartja, megküzd a labdáért. Orosz Kálmán felszedi aztán a lecsorgót a valamelyik védőről. Szívós Gergő, Nagy Roland kapja. Remek kötény. Szívós most tovább, és ez is kimarad. Na most már benn van, megvan Szőke Robinak. Az a várva vált gól, érett, és hát a másodikba már nem lehetett belevetődnie Orosz Kálmánnak. Megfordítja a meccset az U19-es csapat ellen. A vezetőedzők brigádja, 2-1 az állás. Ungi. Elszórják. Szívós Gergő. Nagy Roland. Nincsen benn dupla kapufa, és nem kotorja be Szívós Gergő sem. Pedig csodálatos játék volt. Rendkívül fineszes megoldás Nagy Rolandtól. Berci. Móga combbal tessék el ki a hatos területéről a labdát. Szőke Robi megbeviszi a bolyba, hogy aztán jobba, a jobb alsó mellé tálaljon. Kemecsi. Mógának. Móga nagyon nyugisan tartja a labdát. Varga Lászlóval játszanak össze. Varga lekészíti Mógának, átveszi, és most lövés helyett inkább passzolt. Faragó Krisztián pedig visszamozog, szerelni akarta Bercit, nem sikerült. Kőkeményen tartja a labdát, hogy aztán a lövését Móga blokkolja Vádlival. Szívós Gergő lepattam még a védőkről, Nagy Roland nem csak a védőjét, saját magát is kicselezte, pekjére ráadásul később is ébredt föl az ámulatból. Szívós. Varga László. Betör Szívós Gergő, még egyszer Varga László. Faragó. Nem sikerül jól eltalálni a labdát. Móga Lóri.
Óga dugja el a labdát egy picit, hagyja, hadd cseréljen néhány csapattárs. Szívós bevárja Orosz Istvánt. Szívós Gergő, remek csel, még egy, és ott a gól, Varga László találatszerzője. Egy nagyon szép Szívós Gergő egyéni akció után. Anna már nem volt nehéz dolga Lacinak. 3-1-re módosul ezzel az állás. De van is ekkora különbség, ha nem nagyobb a két csapat között a mutatott játékban. Abszolút megérdemelt a vezetés. Lehet szépíteni, akár már ebből a helyzetből is lehetett volna. Nem jött azonban a gól. Szívós Gergő bent tartja. Legalábbis eddig bent volt. Most egyel tovább. Faragó. Fábián. Jó a megelőző szerelés. Nem mernek lőni. Na majd most Marga blokkol. Szőke zavarja meg a védőt. Az adás. Szívós Gergő, zicser. És kapu mellé tálal. De azért, mert beleért a kapus, legalábbis ezt mutatja Bernát Sándor. Szívós Gergő szerint is ez történt. Ennek ellenére Orosz Kálmán hozta játékba a labdát, kigurítással pedig mi tennél a kapunál csücsülünk, és jól látszott, hogy bizony új egyel beleért a portás. Orosz. Varga László. Szívós Gergő a kapu torkából, Robi pedig kiadja. És ez a vége is a mérkőzésnek. A vezetőedzők U19-es találkozó 3-1-el ér véget. A vezetőedzők, edzők a játékkép alapján teljesen megérdemelten nyertek ilyen arányban is. Szépségdíjas támadásokat vezetve, néhányat szép gólra váltva. A túloldalon pedig egy remek átlövéssel sikerült bevenni Kemecsi László kapuját. Az sem volt csúnya gól. Jó meccset láthattunk, jól szórakoztunk. Már csak egy összecsapás van hátra a harmadik focigáláról. Ez pedig a felnőtt U21 találkozója lesz.
Thank you.